Regőiben bizonyára nagyon jól viselkedtek az év folyamán a legkisebbek, hiszen a Mikulás idén sem feledkezett meg a gyermekekről. Azért, hogy az este folyamán minden lurkóhoz odaérhessen, egy kis segítséget is igénybe vett. A helyi Lovasport Egyesület támogatólag állt a fehér szakállú jótevő regői látogatása mögé. Egy fogatot sikerült magamnak előállítani. Gyönyörű táltosokkal. Táltosokkal. Ott a lovaskocsi. És így ezért sokkal egyszerűbb és sokkal gyorsabb a kiszállítási folyamat a gyerekekhez. A télapó nem hagyta otthon örök segítőjét sem. A Krampusz is vele tartotta a regői család látogató est folyamán. A regői gyerekek némelyik nagyon meglepődik és csak néz és fél is. Van, amelyik viszont egész aranyos, még verseket is elmond, énekel, van, akitől alig tudunk megszabadulni, mert olyan sok mindent mondanak, és nagyon lelkesek, és nagyon mosolyognak, és csillog a szemük, ezt öröm látni. Ennek a Mikulás járatnak a családok az ajándékozó oldalnak a támogatói. Regőiben egy cipőcske sem maradt üresen. A település önkormányzata közel 200 édességcsomag összeállításával segítette a Mikulás munkáját. A helyi óvodások, iskolások és a Malsapusztai otthon lakói napközben látták vendégül a télapót. Az esti Mikulás azokhoz a gyerekekhez megy, akiknek a szülei kérték ezt a kedvességet. Az önkormányzatnak a Mikulása pedig ő minden gyermekhez eljutatja ezt. 14 éves korig mindenhova eljutatja ezt az ajándékot, ezt a kis ajándékcsomagot, Mikulás csomagot. Jó estét! Hát, szia! Hát, a rég nem látott ajándékot hozó piros ruhás télapó bizony megilletődést váltott ki a gyerekekből, de a kedves szavak oldották a hangulatot, melyért cserébe még verset is kapott az ajándékosztó. Most már ezt 7. éve csináljuk, és vannak olyan gyerekek, akikhez visszatérőek vagyunk. Ők már nagyon várják, és már tudják. Akihez először megyünk, ők természetesen csak ámulnak és bámulnak. Volt tavaly olyan kérdésünk, hogy miért nem az égből jöttünk le? Mert hát ő ugye azt látta, hogy onnan jövünk, úgyhogy ezt így néha nehéz megmagyarázni, de azért sikerült kibújót találni. A bojtos sapkás jótevő évről évre visszatér a településre, a háttérben megbúvó összefogásnak köszönhetően. Civilek kezdeményezték, úgyhogy összefogtunk a Lovasport Egyesülettel és a Regőért Egyesülettel. Nagyon jó ötletnek tartottuk, és azóta alig várjuk ezt az alkalmat. Örülünk neki, hogy ezt így sikerül nekünk minden évben. Az idő is jó, úgyhogy minden rendben. Miután a Mikulás Krampusza segítségével megpakolta az ezúttal nem rénszarvasok, hanem lovak által húzott kerekeken guruló szánját, nyakukba vették a sötét regői utcákat, hogy mosolyt csaljanak a helyiek arcára. A csengőszó már messziről jelezte az öreg jótevő érkezését, akit már izgatottan vártak. Jó viselkedtél? Igen. Hát, hoztam neked egy kis csomagot. Verset mondasz nekem? Igen. Na. Az erdőben van egy ház, abban lakik Mikulás. A bajusz a hófehér, a szakállat érdig ér, a futtonya sokat ér, sok ajándék belefér. A télapónak és Krampuszának pontos listája volt a regői jó gyermekekről, így könnyen megtalálták őket az ajándékokkal. Hoztam neked egy szép ajándékot még. És megkérhetlek még valamire? Igen. Hogy a testvérednek is adod oda. Hát tudom, hogy ő iskolában van. A köszönet mellé egy kis vendéglátás is járt az ajándékért cserébe a fehér szakállú jótevőnek, a Mikulást pedig jövőre is visszavárják a regőiek.